Görögország vétóval fenyegette meg a migrációs válság és a brit reformkövetelések miatt összehívott uniós csúcs találkozót. Athén garanciákat akar arra, hogy a tagállamok nem zárják le a görög-macedón határt. A viták miatt akár vasárnapig is meghosszabbíthatják a tárgyalásokat. Annyi bizonyos, hogy márciusra újabb csúcsot hívtak össze. Kemény kétoldalú tárgyalásokat folytatott David Cameron a brit reformigényekről délelőtt, mielőtt az éjszakába nyúló első tárgyalási forduló után ismét összeültek a 28 uniós tagállam vezetői. A megbeszélések házigazdája, Donald Tusk, európai tanácsi elnök elismerte, hogy nem egyszerű dűlőre jutni. Történt előre haladás, de még rengeteg a tennivaló, összegezte a péntek reggelig elért eredményeket. A britek meglepték a csúcs résztvevőit azzal, hogy a korábbinál is kényelmetlenebb javaslat találtak elő. Az eddig ajánlott 4 év helyett most már 13 évig nem adnának munkához kapcsolódó segélyeket az uniós munkavállalóknak. Mindenki egyetért abban, hogy Nagy-Britanniát bent kell tartani az unióban, de mindenki ragaszkodik ahhoz is, hogy ne érje sérelem az uniós alapelveket. Európa erősebb, ha a britek bent vannak, és Nagy-Britannia is erősebb Európában. Ez azonban nem történhet az alapértékeink kárára, jelentette ki a belga kormányfő, aki az integráció elmélyítését is sürgette. Kiszivárgott hírek szerint a helyzetet nehezítette, hogy a görög miniszterelnök vétóval fenyegette meg a migrációval kapcsolatos álláspont elfogadását. Alexis Tsipras és kormánya attól tart, hogy egyes uniós tagországok lezárnák a Macedóniával közös görög határt, így több ezer menekült rekedhet Görögországban. Tsipras nyilván a visegrádi négyek külön utas politikájára utalt ezzel. A V4-ek az olasz miniszterelnököt is felbosszanthatták. Matteo Renzi a fejlesztésekre szánt uniós támogatások csökkentésével fenyegette őket, amennyiben nem vesznek részt a migrációs krízis kezelésében.